Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt az Ark Survivor Evolved 37. epizódja. Immáron repülünk és hasítunk, mint a villám. Hazahoztuk Rexonát, és mint látjátok már rá is pattyantottam a nyerget. Igazából nem kellett hozzá szilikon, 50 fém, némi rost és bőr kellett hozzá. Mint azt mindjárt meg is mutatom. Itt is van. Szerencsére volt itthon elegendő, több mint elegendő. Föltankoltam, készítettem néhány lőszert, és elkészítettem ezt a Faned csapot, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit lehet ebből kinyerni a fából. Nem tudom miért, de az az érzésem, hogy a szerves polimer innen is beszerezhető. Ez csak egy tipp, ismétlem, fogalmam sincs, hogy miért gondolom így, és miért érzem így. De úgy érzem, itt az ideje, hogy ezt le is teszteljük. Úgyhogy irány a fenyves. Yeah. Rexona kapott egy kis festést, csak hogy jobban kilátszódjon a susnyásból. Basszus, ezen akkora nyereg van, hogy egy egész csapat elfőjön rajta, és de rohadt nehezen fordul. Na. Ja, és a kedvencem. Figyeljétek, figyeljétek. Király. Full Jurassic Park. Csak egy kicsit rossz a kanyarodása. Na. Nyitjuk a kaput, és már is mehet. Menet, a mindenesetre azért bezár. Jó, és ez le se dob magáról, atyaig. Király. Király visszasétál és fölül. Ez nagyon tetszik. Na menjünk. És most már nem félünk semmitől. Gyertek, piszkok, mocskok, akárhányom vagytok. Yeah! Úristen, de lezabálja a staminámat a futás. Oké, okay. Abszolút staminára kell tolni. Mert szerencsétlen kis zinó, hamar kifárad. Tetszik ez a sötét zöldes barnás szín. Az előző epizódban összekuszálódott egy csöppet a hang. Úgyhogy remélem most már van, nem akarom megszakítani az epizódot. Amiatt, hogy csekkoljam, hogy van a hangom. Minden esetre. Csak reménykedni tudok, hogy igen. Bum. Az üvöltés is staminába kerül? Igen. Nem. De igen. Jól van, na. Akkor befejezem. Mehetünk itt a vízben. Földön, ahol csak akarunk, a T-Rexet már nem állítja meg semmi. Remélem. Ugrani természetesen ezzel se nagyon lehet. Úgyhogy nem kéne fölmászni a kövekre. Shit. Azt írta arra a Faned csapra, hogy föl kell csatolni egy nagyobb fára. Hát én nagyobb fákat egyedülő izében látok. Wow. Okay. Nagyobb fákat egyedül a fenyvesbe látok, legalábbis ami nekem nagy fának számít. Ups, ez kidőlt. És hogy arra veszük az irányt? Várjunk csak, ez itt már víz. Okay. Közben beiktatunk egy level up-ot, kitartás, ez az. Legalább 2000-ig föl kéne tolni neki is, hogy végig szaladhassuk az egész szigetet vele. Végig támadhassuk. Hát, a mély vízbe nem akartam bemenni, de úgy látszik, hogy nincs más választásom. Nagyon kíváncsi vagyok már egyébként erre az erdőre. Okay. Hát itt... Hoppá, véletlenül kiírtak én meg a Neruát. What the fuck? Jó, valami csipkod. Nem örülök neki. És pióca is van. Ó, jaj! Ó, baszki. Ki a szárazra? Hamar gyorsan, le kell szednünk a piócát a T-Rexről, ugyanis... Lehet, hogy kamónak a sorsára jut, ha nem sietünk. Oké. Okay. Jó, hogy egyetlen harapásra ki lehet dönteni a fákat. Kidom ki.
Elvileg így is le kéne tudnom szedni, nem? Nem. Jó. Itt így. Az útból. Éj, nem látunk semmit. Ah, itt vannak a megruhák. Csukodják a hátsót. Na, elvileg most jó. Szállunk. Hold to remove leech. Cup. És kész. Leszedtük a piócákat. Egyébként itt fönt a jobb felső sorokban jelezte nekem őket, onnan láttam. Atya, atya, mennyi hús. Tápolj, tápolj. Vascsákány. Cool. Tartaléknak jó lesz. Az nyers, kiváló húsi, ez nem kell. Egy kis jutalomfalat. Azt a vegyár, mennyi izé van itt. Zsiráfszaurusz. Gondolom, hogy ilyen nagyobb fa már megfelelő arra, hogy ráhelyezem a csapot. De olyan helyre kéne tenni, ahova rendszerint vissza tudok járni. Úgyhogy ez szerintem itt egyelőre nem megfelelő nekünk. Ott mászkál a Megalopithecus. Amiről beszéltem, nagy bajok. Terrormadarak szaladgálnak róla balra. Hát veszélyes környezetnek tűnik ez az erdő, az már biztos. Tetszik? Tetszik ez a eldugott sötét hely. Robokkal természetesen. És vizesésekkel. Azt hiszem itt volt az a hely, ahol a terrormadár kicsinált annó. Ó, azt nézzétek, mennyi szaladgálott. Négy terror, öt terrormadár üldözi a szerencsétlen turbonírót. Anya, hát milyen party hard van rajta. Remélem nem találnak be azért. Tudom, hogy kirex meg mindent, de gyorsak, fürgék is sokan vannak. Haladjunk tovább. Pteranodonok még itt is vannak, úgy látszik. Szép hely, szép hely. Viszont nem látok semmi érdemleget, amiért... Érdemes lenne itt bázist fölverni. Micsoda fényző. Azért raptor? Hogy egy... Allosaurus, úristen, de pici! Blaze! Egy Blaze! És ilyen pici voltál. Nem is vettem észre. Na. Az a T-Rex az egy beast. Csak csapatni kell neki egy kis staminát, és jó köszönk. Fényegében véve, minden bárhova elmehetünk. Csak biztonságban legyünk. És nagyon sokat fogyaszt, ahogy nézem. 5-6 másodpercenként megeszik egy húsit, de hát igazából nem túl nagy probléma számunkra. Breki. Azulberry? Mi a gyász tettünk meg, hogy Azulberryt kaptunk? Ennyi! Kitin formulás folyik éppen. Kicsit lefele kell nézni, lefelé tudjunk harapni. Mi meglepő. Egyetlen harapás is halálos tud lenni, úgy látszik. Magamra haragítottam az egész bíró nemzetiséget. No. No. Még egy level up.
Kitartás. Ó, 50 pontot kaptam kitartás. Yeah. Ez könnyű húzni, úgy látszik. Nem baj. Hűségünk is lesz rá. Spring gyorsan elviszi. Speedbook. Ó, még egy. 600 kitartás. 16-os szintű T-Rex. Good. Cik a történet eddig. Hol legyen az a... Arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy nagy fának számít-e. Az a fa, ami... Tudjátok, ott fönt abban a kőgyűrűben van. Jaj. Hoppá. Még invizet fogtam. Minden esetre megpróbáljuk arra föltenni. Na, olyan volt, hogy valami jött volna utánunk. Igazán nehéz utat csinálni magának. Hát egy biztos, a vasárba semmiképp se építkezni. Semmit nem látok. Ó, oh, sokkal jobb. Lemegyünk a lomkorona szint alá. Nem csinálunk copyrightos videót, mert letörlik. Hello, mi vagy? Az a zöld izé videó. Ki vagy? Mindegy, vagy szép volt a szenet. Egyetlen szendiló. Kire talált minket? Ide zuhantunk le egyébként üzével. Ó, oh, egy szarkó! Szerbusz, krokodil. Krokodil? Krokodilok. Így lesz a krokodilok. Krokodilok. Uff, ez mi ez a backflip minden egyes? What the fuck? Féka a kurva anyja. Anya, ez leköpött a nyelvére. Fasz. Elbúsz a trutyibot egy kicsit. Nom. Ez megharapom a izét. Szarkót a végzetes csapásnál kikatapultálja őt a levegőbe. Hát, gondolom sem kell, innentől kezdve bármilyen ragadozó könnyű lesz elidizni, hiszen a Prime Meat az abszolút elérhetővé vált számunkra. Hát ugye a növényevőknél nincs ilyen Prime bogyó. Ki kéne jutni innen, mert már idegesítve nem látok. Most, hogy végre nézhetném a szép tájat, szaggatás nélkül. Ó, itt egy rom. Azt a de jól néz ki. A mocsár kellős közepére. Kíváncsi vagyok, hogy kiépítette ezeket a romokat. Van egy... ebben az árkban van egy... egy elmélet, sztori, idézőjelesen. Hogy hogy mind kerültek ide emberek és miért. Azt nem tudjuk, hogy kik és mikor és hogyan. De elraboltak néhány embert a földről. És... beültették ezt az implantot a kezükbe. Már eleve most úgy hangzik az egész, mint egy UFO történet lenne, de maradjunk annyiba, hogy valakik erre volták az embereket a földről, és erre az Ark szigetre hozták. És ezekkel az implantokkal figyelik őket, és... Fú, kétszer akkor. És ha meghal az emberünk, akkor a tapasztalatával ugyan, de... Baszik. De újraéletet bármikor. És ezt le is írják ilyen kis noteszekbe, például Rockwell is egy ilyen emberke volt. Továbbá volt szó egy ilyen kínai csajszáról is. Ilyen harcos csajról. Már a nevét elfelejtettem. Gondolom eleve nehezen megegyezhető is volt. Nem. Baszus. Be vagyok ragadva. Ja, még elfelejtő staminám is egy túrá. Úgyhogy elvileg van itt is történet. Ebbe az árkba, de nem annyira erős és jelentős, hogy ezt bárki is felemlegesse, de ilyen kis light of story-nak nem rossz. Tehát, hogy elrabolták az embereket, kaptak egy implantot, és ide erre a kísérleti szigetre tették őket, hogy meglássák, hogy életbe tudnak-e maradni. És minden egyes halálnál újra klónozzák őket, hogy újra létrehozzák az emlékeikkel együtt őket. Megpróbálhassák még egyszer a túlélést, és végül is tényleg ez történik a játékban, úgyhogy ez egy egész jó kis
Kifogástori. Igen, ezt a szót kerestem. Kifogástori. Kér. Na, sütjük volna. Elindulunk visszafele szépen, most már este van. Kocogtunk ma már eleget. Uiiiiii! Csop. Ajaj, be ne ragadj. Közben folyamatosan figyelem, hogy nem tapad ránk fióca. Mert bizony meg tudják zabálni a dinó életerejét, igen gyorsan. Lassan még egy level up-ot beiktathatunk. Igazából most azért hoztam el Rexonát, hogy fejlődjön. Úgyhogy nem volt semmi célja a videónak kifejezetten. Csak az, hogy fejlődjünk és szerezzünk néhány cuccot. Na meg, hogy kipróbáljuk ezt a fanedv csapot. Már erősen úgy, hogy csak a fenyőfákon fog működni. Lassan visszaindulunk, elvileg jó felé megyünk. Na, fenn a fán. Ó, ez egy fém? Ó, cool! Miért nem láttam én ezt eddig? Okidoki! Akkor ezt haza visszük. Amúgy is szükségünk van fémre, ugyanis én rengeteget felemésztett a lőszer, meg a, a fémcsap. Mint a fába kell tenni, azt hiszem 50 fémbe kerül. Ja nem, 100 fémbe kerül, bocsánat, igen, 100 fémbe. Az nem az, jó. Volt még egy, ah, megvan. A kőre nem lesz szükség, az bármikor tudunk szedni sokat. A fémet azt elvisszük. Úgy dobom a követ, hogy ne terheljen minket. 100 fém. Nagyon jó. Hopp. Oké. Elhúzott. Ová. Ott is egy. Ott is egy. Hol is vagyok? Hát mondanom sem kell, így már sokkal könnyebb a bányászás. Basz. Titanomiák voltak. Ott van. Oké. Okay. Minden oké? Okay. Tiszta, tiszta levegő. Szuper. Semmit nem látok. Az igazság. Remélem azért nektek egy sokkal jobb lesz már. Most beteszem a T-Rexünkbe a vasat, hogy ne nekem kelljen itt fogdosni. Trunk arról. Ez is jöhet. Ez is. Többi nem kell. Ez is. Prime meat. Még mindig van prime meat. Úristen, mennyi hús. Na látjátok, ezért nem kell nekem a hűtőnek a receptje. Lőnvilágosság. Kicsit kevesebb fényt ad, mint a legutóbb, mikor azt használtam. Vagy csak nekem tűnik úgy. Na haladjunk. Valami megtámadott. Vagy csak ilyen fura hangot ad. Ahogy ereszkedik lefelé, úgy ad egyre több fény, most már értem. Elvileg, ha az ágyamat is látnom kéne. Mindegy. Tudom, merre megyünk. Oh, shit. Hát így már nem.
first person voltam, azért nem láttam, hogy mi van. Jack Humboldtunk, pedig már nem is szaggott a kép. Pörtelmes. Van nekem fákjám is. Ohó, hát egy fokkal jobb. Már legalább azt látom, hogy valami rossz felé megyek. Recseg ropog a talpunk alatt a talaj. Jó level up. Megy a kitartás, ezerig meg se állunk. Dolgozik is nagy kutya. Oh, Spinosaurus. Nem akarok leesni. Egyrészt mert a vízbe ő van előnybe, másrészt nem tudom, hogy mennyire erős. Erősebb, mint egy T-Rex. Én csak úgy hallottam, hogy nem. Persze nem jelent semmit, mondanak az emberek mindenfélét. Túl van terve a dinó? Kicsit igen. Hát, egyértelműen nincs szükségünk ennyi húsra. Pár kilót ledobunk róla. A fémre viszont igen, ezt haza visszük. Megspórolunk néhány kilót. Na. Go! Úgy, már egy kicsit jó. Sebességre is tehetnénk, és akkor az alapközlekedési sebessége is gyorsabb lenne. Kirepszünk meg. Au, au! Megcsípett egy skorpinyó. Ácsi, már megint a zöld felé megyünk, nem a zöld felé kell mennünk. Másik irány, arra megyünk. Pont a Spino felé. Nos, mi a jó teszt, ha ez nem? Na, hajnalodik, most már valamelyest jobban fogunk látni. Remélem, nem vesztünk, bemegyünk. Nem, pont jó felé megyünk, oké. Okidoki. Sehogy se akarodik oda menni hozzá. Ilyen, most még korábban ehhez. Az igen. Túl sokáig bírjátok. Mét boosted volt mind a kettő. Hát alapból nem volt az ő egy harapásból, de elszállt. De nem, még annyi kitérünk se volt, hogy csináljunk egy kis cementposztát, most meg már annyi van belőle, hogy nem tudok annyit kezdeni. Oh, oh shit. Kicsit nehézkes az irányítás, nézzétek el. T-Rex az nehezen fordul. Na. Ez a kurva kő. Kerüld már ki. Na. Szuper. Ezek a kövek neki valahogy nem tetszenek. Semmit se. Bocs a szófogalság miatt, de kicsit fáj a torkom. Próbálok nem eltévedni minden porcikámmal. Na,
Próbálok nem beragadni minden másodpercbe. Jó. Jó. Egy kis bunkra. Nem volt nagy bökkenő. És szikra. Hurrá! Kijutottunk ahova is. Jaj, tudom hol vagyunk. Jéj, hazatalálunk. Szuper. Hát ez egy szép kis kör volt. Ezt a csapot most már minden esetben megpróbáljuk beüzemelni. Ezt a fanet csapot. Ez az utolsó esélyem arra, hogy szerves polimert találjak valamilyen úton módon. Ha így se lehet, akkor tényleg hódító körútra kell mennem. Hódi. Hódító. Érted? Na mindig, hagyjuk, fáradt vicc volt. És úgy kell szörnyű bundát összerakni, hogy elmehessek pingvinre vadászni. De kétlem, hogy pusztán csak pingvinekből lehet a szerves polimert szerezni, ez annyira nem árkos lenne. Kitint is több helyről lehet szerezni, sőt keratinnal is lehet helyettesíteni, és viszont húst is lehet több helyről szerezni, bőrt is. Miért pont szerves polimer lenne az egyetlen, ami nem olyan dolog? Na piranyák, van még hozzászólni valókat a dologhoz? Csak úgy trappolok keresztül mindenen, az ilyen. Szerencsétlen kis dodó. Vajon mit tudnának kezdeni egy ilyen ellen? Semmit. Még elfutni se nagyon lehetne. Szarkó! Nom. Hát ez... nem tartogatott sok kihívást. Ajjajjaj, ide kezdünk tele lenni. Na. Ha igány, csak ki néhány cicit. Jöhet ide. Húsi, nem kell ennyi. Komolyan mondom, mint egy mészáros vagon. Olyan ez a T-Rex. Hey, macska, ne lőd le az ablakból a virágot. Ott egy brontó. Hát a kormányozhatóságát leszámítva, tényleg a T-Rex a csúcsok csúcsa. Pedig úgy emlékeztem, hogy nem sokkal nagyobb, mint a karnó. Aztán mégis is kiderült, hogy ide. Na, itt most úszunk egyet. Nem tudom, miért fogy az oxigén, mikor a feje víz fölött van. Na, jöttek a piranyák. A pirályák. Szerintem inkább szarok rátok. Ez jó volt. Most én jövök, én harapok. Nem menjetek sehova. Blöp, 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 blöp. Faszem nyertem. Koel, mindent kinyírunk. Ami csak elénk tárul.
Stamina. Szuper. Adjunk. Te mit akarsz? Jaj, szerencsétlenek. Ja, ráléptem, aztán biztos beagróztam emiatt. Belegondoltam, nem is olyan régóta még. Nem is olyan rég volt, amikor még paráztam mindentől, és nem mertem kimenni a fák közé. És most itt tulajdonképpen csak úgy sétikálok a szigeten, megeszek mindent, ami szembe jön velem. Most azért mondjuk kicsit lesérült a T-rexünk a piranyák miatt. Szereti a haust is. Oksi. Szuper. De furcsa színezése van ennek a brontónak. Nagyon vad festés van rajta. Ó, oh, a régi házunk. Yay! Stomping. Pa. Csak úgy keresztül. Stomping. Pa. Hát igen. Az a kis kerítés nem igazán állítaná meg ezt a direkcet. De lehet, hogy még az a nagy csámi otthon van most. Na. Lassan hazaérünk. Úgyhogy lehelyezzük azt a csapot, és igazán kíváncsi vagyok, hogy mi jön majd belőle. Az első tippem az, hogy a gumi lenne. Gumifákat szokták ehhez hasonló módon megcsapolni. Úgyhogy ez a tippem. És hát ugye gumi, szerves polimer, valami hasonlóság ugye. Na ugye. De ha tényleg csak pingvinből lehet szerezni, akkor én kicsit csalódott leszek. Egyáltalán... Miért pont pingvin? Én ezt nem értem. Hát ez a kérdés eldőlt. Fura hang. Megértünk a kis félszigetünkhöz. Majd mindjárt megkörnyékezik azt a fát ott a közepén. Meglátjuk, hogy hogy szuperál ez a híres nebös csapoló szerszám. A T-rex úgyis meg tudja magát védeni. Ja, mindjárt jövök, picurim. Au. Hú, láttátok? Egyszer beakadt a kép. Na, ez egy elég nagy fának tűnik nekem. Úgyhogy fogjuk a kis szöveket. Ble. Ó, Jesus, nem jó. Van, nincs talaj vagy csatlakozási pont. Mihez? Ez egy kurva nagy cső. És mihez kéne csatlakoznia? Jaj. Ez baj. Na jó, szerintem én ennek utána fogok nézni, mert ez így nagyon furának tűnik. Nincs talaj vagy csatlakozási pont, hát benne vagyok a fába, basszus. Lehet, hogy ez csak vízellátó rendszer. Nem hiszem, hogy a gumi ilyen vastag csövön folyna keresztül. Oké, ezt majd... Apá, ezt elbasztam. Ezt még leteszteljük. Szerintem ez az olyan tájakra való, mint például a nagy erdős, a nagy fenyőerdős rész, ahol nincsen sok víz. És összegyűjti a fanedveket és azt használja a folyadéknak, vagy kell egyszerűen alá egy kondért, nem tudom, majd átvizsgálom a dolgot. Minden esetre most már megvan, tehát igazából jó. Pont nincs. Oh.
picinek tűnik még ez a izé is. Kerítés pedig 3 magas. Köszöntem. Megjöttem. Yeah. Még akkora terepet csináltam idő, hogy elférjük mindannyian, és alig bírok ide fordulni. Oké. Jó. Na, szuper. Majdnem minden egyes leszállás fáj. Azt nézem, hogy nem elrangáltam meg a kerítést valahol, de úgy néz ki, sajátot. Sajátot nem tud megsebezni, csak hogyha támadom. Na jó, szuper. Neked még van elég kajád. Neked is van még. Vár, azért adhatnék át egy párat a T-Rex-től. Több mint elég. Hótkuma. Tele van. Jó. Hát akkor nagyjából jók is vagyunk. A madaragat kell még átvizsgálni. Ajj, nyitva hagytam az ajtót, bejön a hideg. Oké. Okay. Itt is van bőséggel. Szuper. Jaj, és egy level up is van. Plagy. 1125-ös. Kíváncsi vagyok, hogy fel fogom-e tudni emelni vele az Ankylosaurust. Kétlem mondjuk, de azért majd megpróbáljuk. Jó. Jó. Na, ezt nem lehet összerakni egybe. Jaj, ez csak 100-as. Ujjaj. Oké, tehát van még egy tartalék csákányunk. Tartalék balták mellé. Hol is van? Ott van. Jó. Jé, szuper. Van még nyilvesszőnk is, ezt a fanet csapot is letesszük egyelőre. Szuper! Oké, meg vagyunk. Amit még szerettem volna, az a polimer. Akarok csinálni egy kulacsot. Viszont obszidián csak a hegyen láttam, úgyhogy irány a hegy. Meg a hegy oldal. Hát repülve gyorsabb azért persze, mert csináltam gázolajat, rájöttem közben, hogy nem szalmával kell vegyíteni az olajat, hanem szőrön keresztül kell szűrni, és így lesz belőle gázolaj, vagy hevíteni, vagy én nem is tudom, mert ugye alá kell egy gyújtani a finomító kemencében. Nem tudom, hogy az most milyen fizikán vagy kémián alapul, de elhiszem a játéknak, hogy ez így működik. És csináltam némi gázolajat, ami elég lesz ahhoz, hogy csinálják magamnak normális kulacsot, és akkor ezt a nehéz főzőedényt meg benne hagyhatom a főzőedénybe. Vagy mi? apropó, üdítő. Akkor iszunk is egyet, hogyha így járunk. Egyébként nem értem, miért nem lehet, miért nem lehet lőni madár hátról, vagy dinó hátról. Jó, értem én, hogy a kormányozás elveszi a félkezem. De a másik fél. De a másik fél. Az ami van. Én simán tudok félkézzel lőni 90 méteressel, pedig nem vagyok képzett katona. Sőt, semmilyen katona nem vagyok. Önképzett Call of Duty is katona vagyok, aki nem tud FPS-sel játszani, meg kompetitív lövöldével. Leszállunk egy kis... Jaj, ne, fuss! Tényleg! Lehetne hazavinni egy... Az mi egyébként, szarvas? Ja, a nőstény szarvas... fuck you, Megunera! Ez nőstény szarvas volt egyébként. Vagy az a gigantosaurus szarvaszaurus. Nem tudom a neveket megjegyezni. Anyád, egy egész Megunera hadd jön utánam! Futás! Nem kell sok polimer, szerintem, hogy egész tekre nem is lesz szükségem. Azért viszek haza egy keveset. Minél többet járok erre, annál inkább tetszik ez a folyókanyar itt nekem. De ez abszolút nem a térkép közepe. De inkább... itt legyek, mint a térkép szélén. Jó, bocsánat, nyúlik a szám. Már én is tudom saját magam.
Hódvárak mindenütt, hódok mindenütt. Nem lenne veszélyes a víz fölött repkedni. Azt a betyár! Mindenit! Az már hal! Az már egy kurva nagy hal! Jézus, ez hányszoros? 10? Oh my god, ezt szívesen kikapnám a vízből, ha nem veszélyezni a landolásomat. Spinal! Ez ugyanaz a zöld Spinal azóta is. Kicsit letesszük a hátsónkat a kavicsra. Szép zöld. Az már biztos. Ezt múltkor is itt láttam. Azt hittem be van szorulva a fák közé, de ahogy elnézem a fa, az nem igazán jelent neki problémát. Na húzunk is innen, mert úgy látszik, hogy észrevett. Nem, a fió miatt üldözi, jó van. Na, kotorjunk. Mennyivel biztonságosabban kezelem a madarat is, hogy nem szaggat ennyire a játék. Most már merek így leszállni Spino mellé. Ezt két nappal ezelőtt nem mertem volna megtenni, az biztos. Viszont nem igazán látok lila meg narancs, aranyszínű eldropokat, amikre érdemes lenne vadászni. Szomorú vagyok. Na nézzünk szét, itt már elvileg kell lenni obszidiánnak. De ha nem, akkor fölrepülünk a hegy oldalt, vagy a hegy legtetejére. Szerintem, hogyha vulkáni hegyet keresünk, akkor ez az egyetlen a játékban, ami tényleg vulkanikusan néz ki. Ott egy kardfogó és egy Argent Davis harcol. Kettő kartfogó. Három kartfogó. Oh my. Az a baj a kartfogóval, hogy túlságosan mat színű. Hogyha tényleg tigris csíkos lenne, az fix, hogy szelítenék egyet magamnak. Tudjátok, mit lehetne megcsinálni? Mint mondtam, ugye a farkas emlős, tehát két farkast párosztatni a bázisunkon, és akkor lennének kis farkasok, mekkora gizdaság lenne már. Mert ugye a tojásokat még mindig nem tudom, hogy ki kell tetni. Lusta disznó vagyok, és nem nézek utána pedig. Semmiből nem tartanak fölmenni a Wikipédiára. Szállj el, kis modell. Nem csinálunk copyrightot. Hogy elvileg így már... Oké, és is. Wow, tagyi. Nagyon jó. Argy, várj meg. Obsidian. Nézem a terhelésemet. Két-három kő után már maxon is lesz, figyeljétek meg. Hol van még? Le. Itt. Oh, shit. Na, hol van már? Ott van. Köveket szint úgy eldobjuk, mert ezt bárhol lehet szerezni. Ne terheljen túl minket. Melegenk van. Érdekes. Jó. Ez 52 darab obszidián. Hát jó. Kavicsra dob, nézzük mennyi helyünk van. Félig meddig vagyunk, teli. Félig meddig nem. Ezt még szétbontjuk, és aztán elindulunk visszafelé. Remélem az Argent Davis el fog bírni minket. Oké. Jöjjünk, Argy, repülj! Simán elbír minket, nagyon király. Még félig sincs a szentem. Nem tudom, viszont miért van melegem. Flakkarmorba vagyok elvileg, semmit nem kéne védenie. Várjál, rossz felé megyünk. Apropó, kristályt akartok? Ott van a hegyetek, amerre nézek most. Ott találtok kristályt eleget. Azon a hegyen is van, ezt bizton állíthatom. Igazából ezre a folyó mentén kéne valahova oda, ahova most nézek, oda építeni, mert az a központ a térképen valahol helyest, ha látjátok, pont. Most nem tudom oda mutatni, de mutogatok itt bőszen, de nem látjátok. Oda kéne valahova a középső folyómederbe csinálni egy bázist itt előttünk ebbe a kanyarba, de a
Annyira csúnya ez a táj, itt semmi extra nincs. Ha lenne itt egy nyavajás vízesés, azt mondanám, hogy oké. De nem, de a legérdekesebb része ennek a folyónak ott van abban a kis folyókanyarban. De az viszont akkor már nem a közep a térképnek, tehát értelmét veszti az egész. Helyezzünk el középen egy bázist dolog. Hirtelen olyan kicsinek tűnik a sziget, mikor az ember végre tud repülni, meg szabadon mászkálhat a földön. Vagy csak nekem tűnik így? Nem mint a bánnám. Kíváncsi vagyok, hol járhat most a Titanosaurus. Arra fele baktatott legutoljára, amikor láttam. Lefelé éppen a hegyről. Ki tudja. De nekem, egyébként nekem, mintha úgy tűnne, hogy az éjszakai játékmenetben több airdrop érkezne. Jobban is látszanak mondjuk a sötét éjjel, mikor világítanak jobbra-balra. Na ki tudja, talán következő éjszaka kimegyünk majd egy kis airdroplesre, bár már csak aranyszínűt meg talán lilát érdemes felszedni. Ja, még van vörös is egyébként, ezt elfelejtettem akkor mondani. Bár az nem tudom, hogy hanyas szintől érvényes. 60-tól. Franc se tudja. Na, most óvatosan, mert fogy a staminát, tehát nem sokára le kell szállnunk. Szia, Spinosaurus, visszatértünk. Belecsiphetek a seggedbe. Most csinálunk egy gyors manővert. Úgy. Oké, és már mehetünk is. Ittunk, megtöltöttük a kulacsot, és még az Argentinus is pihent egy kicsit. Na ez már sebesség. Állj. Leszáll. Pihen. Tovább megy. Köti. Ott szétkaptak a túlparton a raptorok valamit, meg egy karnó, ha jól látom. És most emlékeztek a két videóval ezelőtti videóra? Sokkal kásásabb volt, aki pedig nem állítottam át semmit. Most, hogy beraktam a ramot, most minden visszaállt, minden békés. És visszaállt a kép is. Tehát, I don't know what happened. Itt van Kamó tesója. Öcsém, rosszal kezdtél. Ez a kis hosszú farkú bávján kicsinál. Úgy, egy szarvas. Ez mire jó a szarvas? Hopp. Nem tudom, de visszük magukkal. Megaloceros. Lóz, Gida. Tök jó. Szép egyébként. Már csak azért is érdemes megszeríteni szerintem. Vajon ő neki melyik a kedvenc bogyója? De kérdezzétek, miért viszem magammal. Csak megszerítem és kész. Because I can. Ahogy Markiplier mondaná. És egy medvét is ugyanígy behurcolhatnánk, nem? Elbírja? Biztos elbírja. Argy. És akkor nem kéne állandóan titeket fárasztanom a kérdéseim, hogy mindire jó. Egyszerűen csak hazavinném, megszerítenem és megnézném, hogy mit tud. Új, sőt is lehetne párosítani. És szörmét kéne belőlük valahogy szerezni. Hát még megbefogom, akkor még ne üljen már meg. Francba. Kár, hogy nem lehet kitömni a Flak Armort valamivel, hogy melege. Szalmával például. Berk Wills egyszer mutatta, hogy így a ruhája alá tömkötte a szalmát, és az melegen tartotta. Nem lehetne ezt kivitelezni, és ez sokkal humánusabb lenne, mint leölni csak a szörvéikért az állatokat. Ez egyik olyan dolog, ami áldan csesztett a csőrömet, hogy értem én, hogy szép. De nem, nincs rászorulva az az ember, hogy több száz nyércet leöljön azért, hogy legyen egy szembundája. Meleg ruhát akar, azt lehet műszálasból is csinálni, meg bármi másból, tehát miért kell ahhoz állatokat ölni? Egyébként ott van az a dinó, ami nem tudom milyen dinó. Már ide látom, ott van a kövek között. Ilyen kis taraja van, és nagyon hasonlít egy ilyen gyíkhoz. Azt se tudom, hogy mi lehet, hol is kéne hazavinni egyet. Úgy érzem, hogy nagyon hamar kicsi lesz az a kerítés, amit csináltam. Az, látjátok azt a valamit? Ezt a zöld izét? Most se tudom, mire jó. Nem így se tudom, nem is láttam még, csak egyszer. Akkor szemet szúrt. Ó, jaj, fogy a stamina. Bakker.
szép ez a gancs. Kicsit a Gyűrűk Ura Hobbit nagy utazásból az elf ember, elf lordnak a szarvasához emlékeztet az a gancsa. Mondjuk ez egy kicsit nagyobbnak tűnt. Bár a Megaloceros név sem utal arra, hogy pici kellene. De hát nézzétek meg az embereket mekkora hozzá képest. Lekever nekem egyet ezzel a gancsal, ez csókolom van. Na, hamarosan hazaérünk. Remélhetőleg még ebben a staminával kibírom. Remélem nem ugrik túl nagyot ez a dög. Ha igen, akkor húzhatom magasabbra a kerítést. Na. Azt a kurva mekkora a T-rex. Jeez. Ki kell bővítenem a bázist? Erre, balra, jobbra, valamerre. Jó, de akkor megint le fogom volni a kapu. Na jó, ezt a bázist már nem bővítem. A nagyobb bázist kell, építek egy másikat, ha jöttem van. Lássuk, hogy néz ki ez a manőver úgy, hogy nem szagad a játék. Repül. Bedob. Tovaszáll! Hoppá, szegény. Bocsánat, kicsit magasról dobtalak. Na. Jó. Egy. Szuper! Mission succeed. Na. Most pedig barátocskám. És csika. Hopp. Hopp. Oh shit. Bénán lövök még így is. Egyébként... kicsit szégyellem, hogy... béna vagyok a kompetitív lövöldékbe. És hogy arra gondoltam... most nem nagyon szoktak tetszeni az FPS játékok. Tehát... mármint a lövöldő... a kifejezetten csak lövöldözős játékok. Nem szeretem, ahol nem kell gondolkodni. És azon gondolkodtam, hogy... beruházok az Overwatch-ra. Mert egyrészt tetszik, tetszenek benne a szereplők. Másrészt a Blizzard csinálta, a Blizzard pedig általában jó játékokat készít. Úgyhogy arra gondoltam, hogy... bazeg, menj már be! Beruházok és megpróbálok jobbá válni egy kicsit a lövöldözős. Jaj! Bekapcsoltam egyébként. Shit. Igen, ezt akartam. Ezt nem ide akartam. Jó. Mit a... ja, ja, igen, fémet akartam lerakni. Ne foglaljon ilyen sok helyet. Bogyók. Na nézzük akkor, milyen bogyók kellenek a szarvasunknak. Becsukom az ajtót, hátra föl kell. Már csak nem fog ilyen gyorsan fölébredni. Így. Most már így marad. Szedek neki némi bogyót professzorral. Vagy... szimplán elveszem tőle, meg a kis hódító hódunktól. Általában ez a két bogyó az, ami nagyon fogyós. Nézzük, hogy valamelyik kell neki. Nézzük, melyiket válassza. Hát úgy látszik, a Majo az bejövős. Oké, akkor Majo Berry. Akkor berakunk még egy-két stacket. Neki úgyis annyi van, mint a pusztulat. Meglátjuk, hogy szarvas komának úgy ízlik a megyó mogyó. Ó, szelidül, mint a villám. Hát még ez is belefér ebbe az epizódban, na? Egy kis extra epizód annak örömére, hogy végre normálisan fut a játék. Ó, ó, azt hittem lila. Shit. Hát a fehérrel sokra nem megyünk. Ott egy lila, de... most hagyjam itt a szarvast. Nem akarok túl sok mindenbe belefogni. Egyszerre, meg pláne nem. Hogy vagy? Még gyorsan múlik a torpor. Oké. Még szükség esetére becsukjuk. Én fölkapom azt a lilát ott az Argenté vissza. Gyorsan elrepülök. Fölnyalom a stexet. Azt már ott se vagyok. Még itt se vagyok. Gyerünk, kapjuk föl. Remélem nem arra a sziklára érkezett, mint a múltkor, mert akkor nem fogom tudni felszedni róla. Legutóbb egy ilyen hülye sziklának a közepére érkezett, de pedig úgy látszik, hogy megint... ott is egy nagy hal, azt nézzétek. Nem bírtam kikapni, de azt mondom, kurva ez a koel. Bazina, hogy hányszoros lehet az? Fú, muszáj leszek kifogni már csak azért is. Csak azért is. Aztán sajnálom, hogy nincs a közelbe hódvár. Elég sok a víz.
Meg azért mondjuk a hód az szereti a gyors folyású vizeket. Nem szereti a mocsaras részeket, ez mostanság is így van a való világban. Idáig egy szupszal sprinttel eljöttünk, aztán húzunk is vissza a szarvasunkhoz. A túlparton van? Nem, az ugyanazon a kövön van, bakker. Baszki. Ezt nem tudom felszedni. Most se sikerült. Nem, a parton van. Nice. Kígyó-begyó meg meglátott minket. Kurva anyádat. Meg a megurana is meglátott minket. Őszok. Hát nem akarok sok időt elcseszni itt, úgyhogy... csapatjuk. Hey-ho! Repülj! Wow, ez volt ám a grab and run. Jó, van pisztoly? Aha, pisztoly volt benne. Meg egy... primitív kitin sisak. Ja, de izé, aha, felrajz, hát ez súlyos, hogy viszont van egy jó fegyver. Rozzant egyszerű pisztoly, és nekem milyen van? Primitív egyszerű pisztoly a rozzant, az... max tartóság 77.3. 60. Fegyversebzés 100. Fegyversebzés 113.6. Rozzant a tökömet, ez jobb, mint az enyém. Cool, szereztünk egy jobb stukkert. Awesome. Nagyon jó. Primitív és rozzant is a rozzant jobb, mint a primitív. Érdekes, de többet sebez, úgyhogy cseréljük a dolgot. És amíg nem lesz kraftolt fegyónk, addig marad ez a kis primitív, de a rozzant, úgy látszik, ez többet jelent, mint az én kis primitívem. Azt sajnálom csak, hogy nem lehet vissza lehet olvasztani fém tárgyakat fém többé? Nem mi. Ez nem a Seven Days to Die. Pedig örvendenék meg a láncsákat is visszaolvasztanám, csinálnék egy kardot inkább. Sajnálnám, elpasztam rá csomó festéket, egy csomó fémet. Csomó fémet, nem csak 10 fémbe került. A kard az drágább, azt tudom. Az valami 80 fém, vagy mi a bánat. Egyébként az Ark Scorched Earth DLC-be van ilyen fegyverskin. Megváltoztatja a kardot ilyen kicsit egy utomi feelingre. Ja, ágy, így, szuper jó. Ilyes voltál, ágyi. Na, itt vagyok, szarvaskoma. Mi újság? Gyorsan szelítjük meg, mert mindjárt vége a videónak. Oké. Vadunk. Ez itt elszelítgeti magát. Addig én szerintem szétkapom a fegyveremet. Nem ezt, ezt. Hey. Nem lehet kitárazni? Ah, shit. Mindegy, ezt fogjuk használni mostantól. Jajjajjaj. Yeah, yeah. Cool. Föltesszük rá a lampinyont. Na, nézzük meg akkor, hogy be lehet-e olvasztani. Ezt most nem fogom átszínezni, ez marad a jó öreg ezüst színű Colt bőrkötéssel. Nekem az jut eszembe a 6 löveti Colt róla. Nézzük csak. Á, nem, nem engedi. Ledob, használ összes tárgyát helyezésre. Kellemetlen. Oké. Fa. Ez is kell, meg az is kell. Hely, nem rá ezek a üres, oké. Na, ezt beolvasztjuk. Na, ezzel, ezzel. Ahogy, hogy legyen egy kis fém. Nézzük, betettük az obszidiánt. Nézzük. Kiegészítő? Nem. Összetevő. Cementpaszta! Ajjjj, az van, oké. Okay. Azzal nem lesz gond, abban van kilotonna. Kiloptunk, hogy egy tucattal a... Shit, van, megint elbasztam egy gázolajat. Kiloptunk egy csomót a hódoknak a várából. Ezt legyártjuk mindet. Aztán megnézzük, hogy mi kell a kulacshoz. Cementpaszta, öntött fém, bőr és polimer.
oké, okay, tehát bőr, cementpaszta, van ott benn, és polimer, és... Öntött fémből. Van még, és van egy kevés. Egy kulacs bőven elég lesz szerintem. Öntött fém, bőr. Gyártás. Zsír. Cool! Működik a generátoros megoldásuk. És lehetne még egyet gyártani, de arra már nincsen szükség. Bőven elég nekünk egy, hiszen pikpak körül tudjuk utazni az egész szigetet, úgyhogy nem leszünk olyan sokáig elzárva a víztől. Meg hát itt azért mindenhol van víz. Na majd a Scorchedbe. Ott lehet, hogy csak kulacsot viszek magamban, más nem is. És... kikapcs. Thank you. Hoppá, ez megy vissza. Oké. Okay. Zsír. Megvan, amit akartunk. Ami nem kell, azt visszahajgáljuk szépen. Egy. Mindent a helyére. A fém se kell egyelőre. Ó, polimert is bevághatjuk. Mondjuk erre inkább csak itt lesz szükség, úgyhogy azt megveszünk ide. Ne vesszen el. Hát itt már most felfordulás van. Na lássuk, hogy is szuperál ez a kulacska. Én reménykedem, hogy 3 adagnyit lehet benne vinni. Lássuk. Úgy tűnik, hogy igen, ha megnézitek az alatta lévő kis kék csiket, akkor 3 adag víz fér bele. Nagyon jó. Szuper! Hát régóta szerettem volna egy ilyet. Úgyhogy 3 adag vízünk van, és ráadásul még könnyebb is, mint a köcsög, mert ez csak 2-t nyomoz, meg 5-öt. És csak 2 fér bele ebbe, meg 3, úgyhogy basszus. Úgyhogy basszus. Kő, egy szemkő. Egy kő. Vagy egy követ. Az 2, na mindegy. Egy, szereljük szépen. Hát ez sem indús kis rész volt, és még nem ért véget, ugyanis a szarvasunk még lápadozik. De jó, nyitva hagytam az ajtót, de hülye vagyok. Na mondjuk, ez már meg lesz. Ezt még megvárom, kíváncsi vagyok rá, hogy mint szuperál. Megalocerosz? Jól emlékszem, nem ére. Megalocerosz, nézzük, hogy kell-e hozzá. Nyereg. Kapcsolok egy kis lámpát, mert sötét van. Megalocerosz nyereg. Ez klassz. Hát akkor ehhez nem lesz nyereg. Nem akarok elcseszni rá 20 pontot. Most sokkal több, lassan már elérem a max levelt, 70 valahány, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos, ne kevezzetek meg, ha nem így van. 8, 90, nem, hülyeséget beszéltem, akkor 90-es szint kell hozzá. Ez egy éjjellátó szemüveg, idén felismerem. Vannak itt még érdekes dolgok később. Kvetszal nyereg, ipari daráló. Daráld össze a készített tárgyakat nyersanyagokért. Hoppá! Hoppá! Hát erről beszéltem az imént. Nem lehet visszaolvasztani. Automata gépágyú. Köszi! Szerencsétlen dinók ellen. Automata gépágyú. Holóirányzék. Kasztoroid anyereg. Ez a hód. Lézeres célzó. Na majd egy gépkarabét összehányunk magunknak szépen. Hűtőszekrény brontó. És már tulajdonképpen ez a végjáték, ha megnézitek, egyetlen görgetés alatt az utolsó pár... ezért már látom. Fejlesztést. Úgyhogy igen, ez már a vége, srácok. A végét járjuk. Szeretném maxra felfejleszteni a karaktermet természetesen. Hol? Csoda, hogy nem fogod meg a víz alatt. A szelidői barátocskám. Szelidő csak. Kajád van. Fölkelni még egy darabig úgyse fogsz. Hip hip hurrá! Tyrannosaurus rexus. Rexona. Tyrannosaurus rexona. Egy kövöd be, egy üzét be. Ezt a kevés fát, ezt... mi legyen itt? Na, ezt a pisztolyt, ami már eleve kész van, át van festve, ezt behajtanám ide. Csak az a baj, hogy tele van a minden.
Jó. Hogy. És te pedig, hogy. Jó, jó. A víztározómat ide be suttyantom. Tökéletes, már ez se foglal elég. Nézzük a vassal, hogy állunk. Nagyjából készen is vagyunk. Hopp, fönt van a lámpa, jó van. Mi van, baby? Hogy nézel ki? Puff, mi tartás neki? Kár, hogy nem jelzi távolról valami, a dinó szintet lépett. Csak akkor, hogy közel mész, akkor látod. Kis sebességet neki. Egyébként a Bronto szolgál vadászgépként, az Argentavis visszolgál teherszállítóként, mint az utóbbi napokban kiderült. Lumberjack meg hülye, mert pörög, ha tele van az inventória. Egyébként rájöttem, azért történt ez a pörgentyűs dolog. Ment volna szedni, de közben jött is volna vissza, hogy letegye a cuccost. Igazából az lenne jó, hogy ide a közelbe építeni magának egy kis kuckót, és elkezdeni beledobálni a cuccokat, nem? Olyan kis ódgátak, mint ami a izébe is csinált. Vadon élő társai is csináltak. Elvileg egy ideig a Flak Armor volt a legerősebb a játékban. De most van benne valami Patriot Armor, vagy valami ilyesmi. Tulajdonképpen olyan, mintha a rohamrendőröknek a felszerelését látnánk. Nagyon gizda. Várjunk csak, elvileg az egyik dárda azt találta, másikat meg csináltam. Melyik az erősebb? Primitív fémláncsa. Primitív fémláncsa. 40-100. 40-100. Akkor ezek szerint ebben nincsen különbség. Jó. Fogadható. Lássuk csak, van itt nekem, mert még fekete festékem nincs. Kellemetlen. Csak fekete ecsetem. Az meg nem jó. Kiszta csajszi. Soha nem akarom megszakítani a videót, most már megszerítem a szarvast, és azzal lesz majd vége. De ma már fáradt vagyok ahhoz, hogy bármit is csináljak, ez már a harmadik videóm, azt hiszem. Kicsit kiverült vagyok, nézzétek el nekem. Elhoztam is ma már minden, úgyhogy... Hiszti. Hiszti van. Hiszti van a fejbe. Akarok lenni a közelbe, hogy megkapjam a... mappát. Na, nem. Oh, shit. Hé, hey, Tiza, menj a tévétől! Az csak egy muslinca. De támaszkodj rá, ha lett tévére, please. Lelököd a helyéről. Na, egy 6 plusz 6 szintet fog kapni még. Elég hatékonyan szedítjük. És most vettem csak észre reggel, hogy ez is fehér. Tök jó! Majdnem csináltam egy albino hadsereget. A T-Rex lett volna még jó fehérbe. Az aztán kitűnt volna a tömegből. Meg az erdőből, meg mindenhonnan máshonnan is. Ez a hód az még egyfajtában engem néz. Mit nézel? Ne nézzél. Kérdezzél. Na. Léci, hagyd menjek pihenni. Kelj föl. Ah, még egy bogyó. Shit. Na mindegy. Lassan megromlik az összes életerőital, amit csináltam magamnak. Egyet használtam el belőle. Már 2 óra múlva romlik meg. Ráadásul sör, gyógyító főzet és sör. És én még nem hittem a kollégáimnak, akik annyira itták. Jajjaj. Na, bogyózz be, please. Szarvaskoma. Szép állat egyébként, de nem hiszem, hogy túlságosan sok hasznát lehetne venni, ha csak tényleg nem lehet vele valamilyen utómódon békés módon szőt szeretni. Domestikál... Cool! A neved már mostantól pedig... Mi legyen a neved?
Gyere velem, nézzük meg, hogy hogy nézel ki, és eldöntöm, mi legyen a neved. Ah, gyönyörűen nézel ki, basszus. Miért nem vagy ragadozó? Te lennél az elsődleges lábasod. Nem így van. Téged szeretek, Slowfake. Mi legyen a neved? Hát biztos nem Bambi. Már nem aranyszínű a bundád, de szerintem aranyszarvas lesz a neved. Már ha meg el tudnak nevezni neki. Legyen a neved... Csillagszarvas. Nem, az úgy túl hülye hangzik, és ráadásul az összes többi angolul van, akkor miért pont ő legyen magyarul? Stardeer meg hülye hangzik. Mindegy, marad név nélkül. Ha van jó ötletetek, akkor írjátok le kommentben, hogy mi legyen a szarvas neve. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Vége, ennyi, kész, fáradt vagyok. Kitartást a következő epizódig, srácok, addig is sziasztok.